A magyar film az elmúlt 5-6 évben rengeteg-rengeteg díjat, elismerést kapott, Európa szerte, sőt, hát ugye Oscar díjat is. És az lenne az első kérdésem, hogy mit jelent a magyar film európai kontextusban? Amikor jók voltak a magyar filmek, akkor ezek mindig ilyen nagyon örökfejű filmek voltak, amik nyilván követtek nemzetközi trendeket, de volt, erre mondják azt hiszem, hogy ez a harmadik aranykor, hogy legfőképpen a második aranykorra volt ugye jellemző, hogy ott meg annyira mi diktáltuk egy csomó dologban, leginkább természetesen gondolok itt Jancsóra, Makra és a többiekre, annyira mi diktáltuk a trendeket, hogy azok még ma is így vissza-vissza köszönnek, a világ legmenőbb filmrendezői hivatkoznak Jancsóra. A legutóbb ugye Jorgosz Látimos mondta egy pódiumvetítésen, hogyha ő mozit akar látni, akkor Csillagosok katonákat nézi. Tehát, hogy ez az önfejűség, ez szerintem nagyon jó, hogy visszatért a magyar filmbe, és akkor azt most teljesen elszaparálnám a politikai vonaltól. Tehát, hogy én tényleg azt látom, hogy olyan alkotók vannak, akik most a legjobbakról beszélünk, vagy a legjobban sikerült filmekről, akik felismerhetőek a filmjeik alapján, és a filmjeikből felismerhető maga az alkotó. Tehát megjegyezhető rendezőink vannak. Európában a magyar filmnek mindig nagy tekintélye volt, de ezt a mindiget úgy kell érteni, hogy visszamenőleg évtizedekre, és általában alkotókhoz kötődött ez a tekintély. Most azt veszük észre, hogy a magyar filmnek mint olyannak lett tekintélye végre, és ennek szerintem a szakma nagy része nagyon örül. Az, hogy Európában néznek-e magyar filmeket, ezt teljes biztonsággal állíthatom, részben azért, mert a filmalap maga foglalkozik magyar filmes eladással. Van egy sales részlegünk, és az új magyar filmeket ez a sales részleg adja el külföldre, egyébként Európába is és a világ többi részére is, mert Iránban is néznek magyar filmet, Amerikában is néznek magyar filmet, és Japánban is néznek magyar filmet. A múlt év az új filmes adatai szerint 1 millió euró bevétele volt a filmalapnak abból, hogy a magyar filmeket külföldön értékesítette. Fussunk rá a Magyar Nemzeti Film Alap kérdésére, hiszen ezért érkezett mindenki, azt hiszem. Megállapodhatunk-e abban, hogy a Magyar Nemzeti Film Alap eddigi munkája az minőségi munka volt? Gondolom, Ágnes egyetért, hogyha ebben meg tudunk állapodni, akkor viszont mik azok, amik mégis a gyenge pontjai? Én elég sok fejlesztésen vettem részt a film alapján, és nem tartozom azok közé, akik magát a forgatókönyv fejlesztésnek a metódusát például kárhoztatná. Sőt, az ugyanakkor tény, hogy ez a fajta történet fejlesztés, ahogy a film alap a forgatókönyveket fejleszti, ez egyfajta narratív filmes ízlésvilágnak tud nagyon sokat segíteni. Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy mindig történetekben gondolkozom, tehát én soha nem ütköztem abba bele, hogy mit tudom én, ma egy csend vagy egy úrvacsora átmenne ezeken a szűrőkön, amiket ott az ember amikkel az ember ott találkozik. Én szerintem ez a része nagyon hasznos tud lenni én sem szeretem ezt a szót, nem tudom, tehát a népszerűbb, fogyaszthatóbb, történetmesélőbb filmek számára. Én, hogyha most kritikát kell mondanom, akkor például a DB-nek a bebetonozottsága az, ami szerintem sokuknak probléma az, hogy ugyanazokkal az emberekkel találkozol éveken keresztül, és ezért sokkal nehezebb egy-egy olyan filmprojektet, amit nem szeret a film alap, újra megpróbálni, átfordítani, keresni egy olyan fogást rajta, amivel újra esélyt találhatsz neki. Ugye ez egyébként tud lenni az előnye is egy kicsit, mert egy projekttel forgatókönyvfejlesztés korában, gyártás előkészítés korában, gyártás, forgalmazás korában, sőt fesztiváloztatás kor is találkozunk,
Tehát van ebben egy olyan elgondolás, hogy aki elkezdte, az végig tudjon vinni teljesen egy projektet. Egyébként természetesen lesznek változások a tévében. Amennyiben most történnek változások a film alapján, szerintem nagyon érdemes lenne koncentrálni a kicsit rosszabb sorban lévő műfajok, a már említett kevésbé történetközpontú filmeknél, vagy olyan művészfilmesek, akik nem annyira megalapozottak, vagy nem olyan jó nevűek, mint a már ismert és nagyon Magyarországnak sok dicsőséget is díjatozó filmesek, vagy a szintén szerintem nagyon hányatott sorsú dokumentumfilm műfaja, ami az utóbbi időben elképesztő sikereket hozott szintén a magyar filmnek, és én még mindig nem látom megoldottnak a helyzetét, miközben egy nagyon-nagyon fontos társadalmi és mindenféle szerepet betöltő műfajról van szó. Mennyire van szükség, hogy sokan megnézzék ezt a filmet, vagy azt a filmet, ami készül? Az naivitás azt gondolni, hogy Magyarországon egy ilyen kicsi piacon vissza tudja hozni az árát ma egy film. Ez ilyen nincsen, de azért tudok egyet mondani, és gondolom, hogy sejtitek, hogy ez melyik. Ez a Saul fia, amelyik több pénzt hozott vissza, mint amennyivel a film alatt támogatta. Ennek az az oka, hogy megnyerte az Oscart, tehát óriási kvázi hype volt körülötte. Nagyon sokan látták, meg 270 ezeren látták a moziban. Másrészt pedig tényleg mindenhol vetítették a világon, és rengeteg fesztiváldíjat is szerzett. Tehát az ismertsége az a bizonyos market awareness, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy egy film termeljen, hogy így mondjam, szóval értitek, tehát hogy ahhoz egy ilyen siker kell, egy ilyen óriási siker kell. A többinél ez hoznak vissza filmek, tehát mondjuk sorolhatnám egy jó néhány filmből, a Kincsemből volt elég komoly bevétele a film alapnak, a Viszkisből, a Coming Outból. Tehát azért vannak filmek, amik hoznak bevétel, de nem tudják az egészet visszahozni. És egy film alap Európában arról szól, hogy fennmaradjon az adott országnak a filmkultúrája és filmművészete, fejlődjön, és ehhez egy film alap az adjon meg minden lehetőséget. Az, hogy Magyarországon közönségfilmekkel is lehet pályázni a film alaphoz, ez nyilvánvalóan a piac nagyságával függ össze, hiszen nem tudnának egy vígjátékot összehozni magánpénzből Magyarországon. Úgyhogy azzal is pályáznak, de az elsődleges az, hogy a magyar filmművészet, filmkultúra fennmaradjon, legyen módja találkozni a közönséggel, főleg Magyarországon, de nem utolsó sorban külföldön is, ami Magyarországnak hoz hírnevet. Olyan lehet, hogy én kérdezek az Ágnestől? De engem ez tényleg nagyon érdekel, mert erről nem olvastam sehol, és nekem szívügyem a gyerekfilm. És ha hangsúlyosan nem az animációs filmre gondolok, hogy azért nem készülnek ilyen filmek most a film alapnál, mert nem adnak be ilyen terveket a filmesek, vagy beadnak, de nem olyanok is. Ezt lehet, hogy a rádióba be kéne mondani, és akkor talán jönne több gyerekfilmes pályázat, de valamiért nem jönnek. Tehát nincs egyetlen egy sem olyan, ami mondjuk egy holland, egy skandináv, bármelyik országban magától értetődő és természetes, hogy tizenévesek a főszereplői egy filmnek, és az ő történetükről, az ő gondjaikról szólnak. Valamiért se mese film, se tínédzser film, nincs tini szerelem, nincsenek óriások és törpék a filmekben. Valahogy ez most nem jön egyszerűen. És jó lenne, mert a magyar irodalom az nagyon gazdag kínálattal él ezek felé, a korosztályok felé, és azt érzem, hogy a film alapnál van egy felvállalt társadalmi szerepvállalás, és azt akarom kérdezni, hogy vajon van-e olyan téma, ami ezen a szűrőn nem csúszhat át politikailag? A film alap célkitűzései között kifejezetten az, hogy társadalmi szerepvállalása legyen, ez így leírva nem szerepel, de úgy gondolom, hogy a döntések
azok megmutatják azt, hogy sokszínű a beadott könyveknek a minősége, és azok közül választ a döntőbizottság, illetve szavazza be a támogatásra érdemesnek a filmeket. Hogy én azt gondolom, hogy igen, ma Magyarországon nem valószínű, hogy lehet bármilyen témából játékfilmet készíteni. Nincsen e tekintetben semmilyen politikai nyomás a film alapon, semmiféle válogatás nincsen. Soha még nekünk nem szólt senki, hogy ezt mindenképpen támogassátok, vagy azt semmiképpen ne támogassátok. Tehát van egy bizalom ebben, és úgy gondolom, hogy ez jól is van így. Van olyan téma, Ágnes, most, amit egyértelműen visszadobnának? De bármilyen téma, akármilyen téma. De pont azt mondja, hogy nem. Bármilyen témában készül egy film a Magyarországon? Most próbáltam megértetni, hogy nincs ezzel kapcsolatosan semmilyen beleszólás. Tehát senki nem próbálja a nyomás alá helyezni a döntőbizottságot. És mi most ott vagyunk öten, aztán majd lesznek mások. Tehát mindenkinek a saját ízlése, a saját elvárása a magyar filmtől, a saját tanulmányai, tehát mindenkinek az határozza meg azt, hogy mire ad egy pozitív szavazatot, amilyen ő maga, ahonnan ő jön, amit ő tanul. Milyen a tipikus filmalapos film? Hát amit szerintem elsősorban az emberek a filmalaphoz költnek, azok szerintem leginkább azok, amelyek valamilyen módon markánsabban köthetők Andy Vajna személyéhez. Tehát én azt gondolom, hogy mivel ő volt az a szakember, akivel tulajdonképpen ezt a filmalapot, hogyha mint terméket nézzük, akkor a közvélemény felé is ugye eladtak. Most majdnem azt mondtam, hogy igyekeztek eladni, de ez sikerült. Eladtak. Ezért nyilvánvalóan arra mindig nagyobb reflektorfény vetült azokra a filmekre, amelynél nyilvánvaló volt, hogy vagy mondjuk az Andy Vajna föl is vállalta azt, hogy jobban belefolyt, akár arccal is megjelent a forgatáson, és nem csak meglátogatta a stábot, hanem mondjuk szerepelt ilyen csatásnak. Mindannyian megyünk forgatásra. Értem, akkor csak hogy én most... Akkor ez nem egy esztétikai kérdés, aki a film alapos film, vagy? Nem, egyáltalán nem, ezek szerintem inkább csak ilyen, nem tudom, ilyen asszociációs dolgok, egyszerűen. Ja, én azt hittem, hogy a film alapos filmet, mint nem is tudom, ilyen műfajt gondolom. Most elkezdünk keringeni a körúton, oda megyünk egy átlagemberhez, és megkérdezzük, hogy mondjon egy nevet, egyetlen egy nevet mondjon, ami a Magyar Nemzeti Film Alapról neki eszébe jut, azt fogja mondani, hogy Andy Vajna. Jó, hát, és Andy Vajna valójában mennyire... vett részt a film alap működésébe, kreatív munkába? Egyrészt Andy Vajna a döntőbizottság tagja volt, és egy szavazata volt, és ezt nagyon szigorúan betartotta. Az kétségtelen, hogy mi öten nagyon sokat vitatkoztunk, és ott ütköztek a vélemények, és tudtuk megvitatni a dolgokat, és meggyőzni is egymást, de ez most nem azt jelenti, hogy Andy Vajna keresztül vitt valamit, amit mi többiek nem akartunk, hanem inkább azt jelenti, hogy mi vittünk keresztül valamit, amit ő nem akart igazából. Tehát ő ezt nagyon betartotta, hogy egy szavazata van. Az is biztos, hogy Andy Vajna akkor, amikor idejött, és ezt többször elmondtuk itt a szomorú halála kapcsán, hogy szeretett volna visszaadni valamit abból, amit tanult Amerikában a filmes szakmából. És ez a valami, ez mindig a közönséget helyezte előtérbe, tehát neki az volt a fontos, hogy a tehetség a közönséggel találkozzon. És ezért próbálta átadni azt a tudást, amit ő megszerzett ezekkel a filmekkel kapcsolatban. Az ő tudása úgy gondolom vitathatatlan, mert 59 filmet készített, és ebből azért fel tudunk sorolni legalább 10-et, ami nagy világsiker volt, és vannak köztük olyanok, amik még a vájtabb fülűeknek is a tetszését elnyerhetik. Mondjuk a Music Box az aranymedvét nyert, de ott van az Angel Heart, amit szerintem mindenki látott ebben a teremben, vagy ott van a kutyaszorítóban.
Tehát, hogy azért vannak az Andy övben olyan filmek, amik nem elsősorban a műfaji irányba vinnék el a dolgokat, de egy biztos, hogy mindig a közönséget akarta megtalálni. Tehetség, közönség, a kettő közötti út volt az, amit ő próbált megtanítani és próbált átadni. Nagyon sokszor találkozott egyébként alkotókkal, megjegyzem az előtt is, mielőtt kormánybiztos lett volna. Sokan elhozták az első vágott változatot neki, hogy nézze meg és mondjon véleményt. Sokan elhozták a film ötleteiket, vagy elvitték, inkább így mondom, mert én teljesen máshol dolgoztam akkor még, de elvitték a film ötleteiket neki. Tehát nem volt egy olyan erőszakos jelenléte, amivel ne tudtunk volna menni. Tehát nem, semmi ilyenre nem tudok visszaemlékezni, hogy ő így nyomott volna valamit. Beszéljünk a történelmi filmről, mint kategóriáról. Igazából én nekem az a benyomásom, hogy a film alap működése alatt nagyon sok történelmi témájú film készült, és egyébként a Saul fia is egy történelmi film. És hogy talán inkább nagyívű magyar hős történetek, amiket számon kérnek a film alapon, de lehet-e ebből minőségi filmet csinálni? Ez egy nem jó példa, ez, hogy ha valakinek ez a műfaj eszébe jut, akkor a Hídember meg a Szakra Korona fog eszébe jutni, amik viszont szerintem nem kifejezetten jól sikerült alkotások. Semmilyen filmet nem szeretnék minősíteni, ami a múltban készült, mert én általában előre tekintek, és nem azt nézem, hogy ki csinált valamit feltétlenül rosszul vagy jól. Előre nézek, és azt mondom, hogy meghallva az idők szavát, mi hirdettünk történelmi filmes pályázatot, és ebből a történelmi filmes pályázatból 14 darab filmterv elindult, illetve elindul folyamatosan a fejlesztés útján, és a támogatásokat mindegyik filmterv megkapja, és meglátjuk a forgatókönyvfejlesztési támogatásokat, és meglátjuk, hogy milyen forgatókönyvek kerekednek azokból a treatmentekből, amiket beadtak azok a kollégák, akik ezekkel pályáztak. Mindegyik nagyon érdekes filmterv, és ez részletesen elolvasható, több hír is szerepelt, csírben is szerepelt ez. Úgyhogy 14 filmtervből valamennyi biztosan meg fog valósulni, és ezek történelmi filmek lesznek. Egyébként történelmi témájú volt mondjuk az 1945, de mondhatnám az Anyám és más utóbolondok című filmet, ami ugye a 20. századot öleli át egy személyes történeten keresztül, de mondhatom az Aurora Borealis, ami egy olyan témát feszeget, ami nem egy klasszikus történelmi film, tehát nem teljes egészében a múltba van belehelyezve, de az például egy olyan film, amelyik egy nagyon fontos időszakról beszél, az 50-es évekről, amikor Ausztriában még bent voltak a szovjetek, és sajnos éppen egy olyan személyes történetet mond el ez a film, ami nagyon erősen hatott a nézőkre, több közönség találkozón voltam, és többen írtak is ezzel kapcsolatban nekünk, és személyesen is elmondták, hogy mennyire megérintette őket a Mészáros Mártának ez a filmje. De mondhatnék még egy párat, közülük talán az 1945 az, amelyik a Saul után a legtöbbre vitte, hiszen nagyon-nagyon sok helyen megvették, és Magyarországon is nagyon sokan megnézték a filmet. Vannak olyan rendezők, ugye Magyarországon is, hogy mindenki nyilván, nem tudom, Várkonyi Zoltánt mondja, hogy a két időben az adaptációk királya volt, és az ő filmjei az adaptációk okán ugye nevezhetők történelmi filmeknek, de mondjuk általában az jut eszembe, hogy itt nem az történik, hogy amikor egy jó történelmi film születik, hogy most van egy rendező, aki most tudatosan történelmi témát keres feltétlenül. Ez pont az Ágnes példája igazolják, hogy azok a filmek, amiket említettünk, az 1945 is, meg a Mészáros Márta filmje is, ezek mind-mind szuverén alkotók, akik valamiért úgy döntöttek, hogy ezeken a témákon keresztül szeretnének megfogalmazni ma is nagyon érvényes dolgokat.
És ezek a történetek kapóra jöttek nekik, de elmehetünk nagyon messze is. Szóval ott van a Kevin Costner, aki meg ugye Westermániás volt, és teljesen be már tökőzőre megcsinálta a Farkasokkal táncoló. Azt sem azért csinálta szerintem feltétlenül, mert ő addig keresgélt, amíg nem talált, hanem hogy beleszeretett ebbe a történetbe. Vagy ott van a Mel Gibson, a rettenthetetlen, hogy tényleg ilyen nagyon populális témákat meg. Szóval abból úgy általában nem szokott olyan jó sok jó dolog kisülni, amikor így kiadják a filmeseknek, hogy milyen filmet csináljanak. Már csak azért sem egyébként, mert őszintén szóval ki a fene gondolta például a Testről és lélekről, hogy ez egy ilyen film lesz? Tehát ki gondolta volna, hogy majd két szarvas lesz a főszereplője? Hogy ki tudna ilyet kitalálni az egyedi Ildikon kívül? Tehát most azt mondom, hogy nekünk szükségünk van szerintem a mesélőink felé egy feltétlen bizalomra. Tehát szükségünk van arra, hogy elhiggyük nekik, hogy ők azt majd tudják, hogy mit akarnak mesélni. Szerintem egy valamit kell nekik adni, szabadságot. És elnézést, hogy kicsit szemtelen voltam, hogy kéreztem, hogy van-e ilyen téma, vagy nincs ilyen téma, mert ez nekem valóban egy olyan téma, amiből nem lehetne filmet csinálni. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy ne legyen olyan téma, amiből nem lehet filmet csinálni, mert az igenis az alkotóknak a szabadságát korlátozza, és ez szerintem szigorúan tilos egy demokráciában, és én azt gondolom, hogy nyilván majd, ahogy megyünk előre az időben, és mondjuk esetleg majd készülnek olyan filmek, amiknek már a szinopszisával azt mondhatjuk, hogy ez azért baromi necces, akkor majd egy kicsit megnyugszunk, de nem nagyon vannak ilyen filmek. Tehát, hogy a legjobb történelmi film szerintem az, és akkor be is fejezem a válaszomat, ami a máról szól. És viszonylag kevés film van most, ami úgy igazán a máról szól, kevés magyar film van.